motorválasztási privát üzenet. Szia, nagyon szerettem volna ott lenni a kanyarvadászat könyv Rócsó Debreceni pontján, de sajnos nem bírtam elmenni, és láttam, hogy az MT-09, illetve a Street Triple 675-ről beszélgettetek, ami miatt még jobban fáj a szívem, hogy kihagytam ezt az egészet. Én is ezen a két motoron gondolkozok, hogy melyiket válasszam, a harmadik generációs MT-09 SP-t, vagy a 675 RS kivitel felszereltséggel. Leginkább az érdekel az összefoglalóban, hogy miről maradtam le úgymond összefoglalóan, hogy miről maradtam le, úgymond, mit sikerült megvitatni Debrecenben? Előre is köszönöm a választ. Hát először is lemaradt egy marha tortáról, amit ott behozott nekem egy cég. <laughs> Az marha jó amit aztán máshol ettünk meg, nem Debrecenben. Nem tudom, hogy biztosan a 675-ös Street Triple-t akartan nem a 765-öt te kevered össze, mert most, hogy MT-09SP-t összehasonlítani egy Street Triple 675-tel, szerintem inkább a 765-re gondolhattál, hogy melyiket vedd az rs vagy a, vagy a 09-et. Igen, ott volt egy ilyen téma. Hát alaphangon a kettő motor között azért a legnagyobb lényeges különbség az erőleadás brutalitása. Az MT-09 az egy brutális erőleadású motor, a 765 az egy sokkal finomabb haladós, gyors, de viszont nem agresszívan gyors motor, és kezelhetőbb ebből a szempontból. Sokkal kifinomultabb a technológiája a 765-ösnek, mert jobb a gázreakciója, pontosabb a váltója, valahogy a motornak a kanyaríthatósága is sokkal összeszedettebb, jobb a futóműve, és az egész motor kompaktabb abból a szempontból, hogy gyors haladásnál jól viselkedjen a motor, és komfortosan viselkedjen, és ne kelljen állandóan kezelni a motornak a gyengeségéből fakadó sodródási gázreakció és motor de ettől függetlenül, tehát egy MT-09SP, mondjuk ami őlinszel van szerelve, az mocskos durva tud lenni. Én azt mondom neked, hogy ha valaki elmegy mondjuk egy horvátországi 8-as útra egy MT-09SP-vel, még a Kiruval annó ott csináltuk a 09SP, meg a, a GSXF 1000 összehasonlító kis kergetőzésünket, hát azért mocskos durvá lehet menni egy MT-09SP-vel egy jó kanyargó szerpentinen, de ahhoz, ahhoz rohadt sok tapasztalat kell. Tehát te mennyire szereted az agresszív motorokat? Egy MT-09-nek az alsó nyomaték tartománya 1-es, 2 3-asba, az fölér egy 180 lóra motorral, mert olyan rövid a váltó átétel, és annyira agresszívra van hangolva a motor, hogy, hogy valami írdatlan. Tehát a nagyon sok motor nem tudok mellé tenni, ami alsó fordácem tartományban ennyire agresszív és ideges lenne, még a nagyobb köpcent is, és sokkal nagyobb lóra és motorok is finomabbak, mint ez a fajta motor a 765 az egy álom. Tehát a 765-ös RS Street Triple az olyan, mintha minden lenne egy versenymotorod, amiről leszedted az idomokat. És azt mondod, hogy, hogy fékezésben, kanyarításban, kigyorsításban, gázreakcióban, gyorsváltásban annyira kompakt és jó a motor, hogy nem lehet belekötni. Tehát nem tudom azt mondani, mibe szar. Egyetlen egy dolog, ha azt mondom, hogy, hogy ultra durván szőrszál hasogató szeretnék lenni, hogy olyan jó lenne bele még egy kicsi póver, egy kis erő. Nem is értem egyébként, hogy a triumf az miért nem csinál ilyen street triple és speed triple közötti átmenetet egy 900-as kategóriába, hiszen van 900-as háromhengeres blokjuk, és az MT09-et, egy 900-as kihegyezett triumf blokk, az megen úgy megverné, mint a szar. Csak nem csinálnak olyan kategóriát, szerintem azért nem csinálnak egyébként, mert a kagyon vágná a 765-ösnek a piacát, ami valószínűleg olcsóban kifejleszthető, kisebb motor, stb. stb. Meg hát ugye maga a Moto2 miatt, hogy, hogy tudják használni hogy a blokkot, váltó, stb. Úgyhogy rohadt nehéz a választás. Tehát ezt, ezt, mi az, ami neked jobban számít? Az agresszivitás, viszont mellette bizonyos fokú kezelhetetlenség, vagy, vagy egy kifinomult sportosság, ami nem lesz lassú, csak nem lesz, nem lesz agresszív. Tehát az egyik mondjuk, mondjuk hogy gyors, a másik meg kurva gyors és mind egy, egy tök jó motor. A 765-nek egyedül az, hogy ha, ha visítatni kell. Tehát azért azt, azt, elindul egy közepes tartománytól fölfelé, de azért, hogyha haladósan akarsz vele menni, azt visítatni kell közepes fordulatszám tartomány fölött. Egy MT-09 az megy mindenhol. Mint az állat. Az olyan. Úgyhogy uh, testalkat függő is. Mert a 765 az kicsit egy kisebb felépítési motor, mint a MT-09 az kicsit ilyen odájabb, nagyobb. Úgyhogy ezt döntsd el, hogy neked melyik, melyik jellemző az, ami hozzád inkább közelebb áll, és azok alapján válasz.